A dombovári Újesélyközpontban is megtartotta a hálaadó ünnepét a baptista tevékeny misszió. A központ ellátottjai összegyűltek, hogy közösen ünnepeljenek, közösen adjanak hálát az élet legapróbb örömeiért is. Ez egy régi ünnep, egy régi baptista ünnep, egészen az 1620-as évekig vezethető vissza az eredeten, de egyébként a gyökerei már jóval korábbiak. És igazából az benne az érdekes, hogy egy olyan korban jöttünk ma össze hálát adni, ami én úgy érzem, hogy nem nagyon ismeri a hála, a köszönet, meg az elégedettség. Ugye ez egy nagyon fontosan, nagyon, nagyon pontosan összetartozó, egymásból fakadó dolgok. Én azt látom és azt tapasztalom, hogy a hálás ember az elégedett ember, és az elégedett ember a boldog ember. És ugyanakkor az ellenkezője is igaz. Tehát azt látom, hogy és ma nagyon könnyű hálátlannak lenni, tehát hogy az egész reklámipar is, meg az egész mai fogyasztói jóléti gondolkodás is erre épül, hogy azt nézd, ami nincsen. Ugye ez a hiány motivált gondolkodás, hogy foglalkozz azzal, ami még nincsen. És én azért azt szeretném, és azért van az ünnep is, hogy áldástudattal tudjunk élni. Tehát lássuk meg azt, ami már van. Ugye Simone Weil mondta azt, hogy eljött annak az ideje, hogy végre tudjuk értékelni azt, ami miénk már. És én szeretném, hogyha hálás, elégedett és boldog emberek tudnánk lenni. Az Újesélyközpont közösségi terében került felállításra a hálaoltár, itt gyűltek össze az ellátottak. Miután számukra ez még egy kevésbé ismert ünnep, ezért annak bemutatásával kezdődött az esemény. Ennek az ünnepnek az eredete ugye össze szokott lenni, hogy hálát adunk a fizikális dolgokért, a betakarításért, a terményért, ilyen fizikális, materiális dolgokért, de nagyon megértették, akik most ide eljöttek, hogy hála az életért, hála a kapcsolatainkért, hála a szeretteinkért, tehát sokan például fényképeket hoztak a szeretteikről, és nem csak zöldséget vagy gyümölcsöt. Ez a hála meg az elégedettség azért gyakori visszatérő dolog, így a keddi előadásokban, mert hát pontosan ezért, mert az élet részének tartom. Ugye dr. Gyökösi Endre pszichológus mondta azt, hogy jó, hogyha minden nap beveszük a H-vitamint, ez alatt azt érti, hogy legyünk hálásak, H, mint hála. Ugye a görög nyelvben is, a Biblia nyelvén egy szóból fakad a hála, az öröm és a kegyelem. Tehát ez a három, ez annyira szerves egységet alkot, hogy igen, tehát ez gyakran előkerül itt közöttünk, ez a téma. A rohanó világunkban gyakorta átsiklunk a legapróbb kedvességek felett is. Vagy nem vesszük észre, vagy elfelejtjük azokat viszonozni. Fontos lenne, hogy a hála a mindennapjaink része legyen. A hála sokkal több, mint érzés. Tehát én azt gondolom, hogy a hála a szemléletmód. Tehát az kell, hogy Isten meg tudja érinteni a szemünket, a lelki szemünket, meg a szívünket, hogy lássuk meg azt, ami van. Hogy mindig tényleg, amivel kezdtem, hogy ne azt nézzük, ami még nincsen, mert akkor tényleg egy ilyen hiány motivált életet fogunk élni, hanem lássuk meg azt, ami a miénk. És azt tudjuk értékelni, mert ha körbenézünk igazán, nyitott szemmel, megérintett szemmel, akkor azért azt látjuk, hogy egy csomó mindenünk van. Tehát ilyen szempontból mindannyian gazdagok vagyunk. És ezeket az apró örömöket, meg nem is olyan apró örömöket, ezeket észre kell venni, ehhez szem kell, tehát ehhez szemléletmód kell. A délelőtti hálaadás alkalmával a lelkész több történeten keresztül sorakoztatott fel példákat az egybegyülteknek. Ha van szemünk, megérintett szemünk, akkor ezeket megláthatjuk. És azt gondolom, hogy ma egy olyan korban jöttünk ide köszönetet mondani, meg hálát adni, ami ugye a fogyasztói jóléti társadalom nem nagyon ismeri azt a szót, hogy köszönöm. Én nem tudom, mikor. Én ezzel direkt mostában figyeltem ezt, hogy ki az, aki mondjuk teszek neki bármi szívességet, de nyilván nem azért teszem, hogy megköszönje, csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz. Lesz-e köszönet, vagy nem? Van egy ilyen aranyos történet, az egyik gyülekezetben történt, hogy egy bácsi adott egy almát az egyik kislánynak, és hát nagyon örültek, a kislány ki is kapta a bácsi kezéből, beleharapott, és az anyukája meg így megszorította a kezét, hogy mit kell ilyenkor mondanom, mit kell ilyenkor mondani. És akkor a kislány azt mondta, hogy kérek még egyet. Szenzációs ez a kislány. És egyébként teljesen jó, tehát miért ne kérhetne még egyet, csak mielőtt azért kérünk még egyet, azért előtte kimondhatjuk azt, hogy köszönöm, nem? A pszichológia szerint is a hála érzése egy pozitív érzelem. Amikor felismerjük, hogy valami jó történt, erős késztetést érzünk arra, hogy köszönetet mondjunk valakinek valamiért. Ez elégedettséget szül, ami hatalmas erőforrás, éljünk vele.